Nagyon-nagyon régen ismerjük egymást igazából. Még a Dr. Lajos Mangyula jazz szakközépiskolában én tanítottam, Ati megjött basszusgitározni Mis Gergőhöz, itt kezdődött, és aztán utána ki, évek alatt így... tehát igazából semmi nem történt, és aztán egyszer felhívtál telefonon, hogy mi miatt is hívtál fel telefonon, akkor az, a Dorinát hívtátok el valami zenekarba játszani. Igazából a Dorinával én egy közös zenekarban, a rock zenekarban zenéltem, elhívtuk a Dorinát énekelni, és akkor egyik próba után megalakultunk egy házi buliba, és akkor így nagyon jól kijött az én feleségem a Barnának a feleségével, meg mi is jól kijöttünk, hát mi eleve jóba voltunk, ugye? Tehát nem volt nehéz, és akkor sörözgettünk, beszélgettünk, és akkor egyre sűrűbben így ment az évek alatt. Ja, és teltek múltok az évek. Igen. Hogy sörözgettünk. Aktikál egészségére, végül is talán is hívva. Mutattam egy pár dalt ugye az Atinak, vagy hát nem is mutattam, csak elkezdtem játszani otthon, és akkor megkérdezte, hogy hát ez kinek a száma, és mondhat az enyém. És hát ez még nincs kész, vagy ezt nem csináltuk meg? Nem csináltam meg, mondom, és akkor, na akkor csinálok rá basszusgitárt, mert ezt így nem lehet, és akkor csinált rá basszusgitárt, és ezáltal meg is alapítottuk a zenekart, akkor még ketten. Elvégeztem amit a Barna is említett, a Dr. Lajos Mangyula jazz szakközépiskolát. Mis Gergőhöz jártam, aki a United basszusgitáros amúgy. Kicsi a világ. De nagy világ. És 2006-ban felvettek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára, jazz basszusgitár szakra. Azt is elvégeztem, és játszottam mindenféle produkcióban. Abban az időszakban inkább a jazz felé orientálódtam, bár a rock zenén ből jövök, tehát ott kezdtem el, mint nagyon sokan, de nagyon megszerettem a jazzt, és inkább e felé mentem, de mindenre nyitott voltam, tehát sokféle zenei stílus érdekelt, meg sokféle zenekarba játszottam, és jelen pillanatban a Keresztes Ildikóval játszom, Péter Szabó Szívővel, meg hát nagyon sok mindenféle formáció, mert Magyarországon megélni a zenéből nem olyan könnyű, tehát több zenekarba ott kell lenni, úgyhogy, de tök szerencsés vagyok, hálás vagyok, nagyon jó helyeken játszom, jó emberekkel, jó zenészekkel. Úgyhogy hát a Be The First az más, az egy ilyen közös gyerek. Igen. A mi gyerekünk. A miénk. Szerintem ez ilyen organikus dolog, tehát általában az ember, én például úgy írok dalt, hogy van egy téma, ami sokat foglalkoztat, és akkor egyszer ki kell magamból írni, de valamikor évekig foglalkoztat. És mégsem tudok dalt szerezni belőle, és így. Én általában angolul írok, egyszer-kétszer írok magyarul, és aztán volt egy ilyen, gyakorlatilag a második lemez, ami ez a kuplerája, az egy nevém is benne, hogy elég nagy kupi van rajta. Gyakorlatilag ott elkezdtünk egy másik irányba vinni a dolgokat, produceri szempontból, és akkor mondtam, hogy akkor már írom már mindenki, akinek van kedve. És hát nyilván, hogyha az Atti zenekari tag, akkor az a leghitelesebb, hogyha mondjuk, hogyha együtt zenélünk, akkor milyen jó, hogyha ő ír valamit. És volt egy-két olyan szöveg, ami nekem nagyon tetszett, és aztán ugye elkezdett ezzel szerintem így megy el mélyebben foglalkozni. És most már egész komoly cuccok jönnek ki belőle. Mondjuk másfajta képpen látja a dolgokat nyilván, de hát mindannyian más, ez a jó az egészben, de szerintem könnyen átérezzük. Amiatt, azért is jobb szerintem, hogy egy hozzád közel álló ember ír, mert jól ismered, tehát sokkal könnyebben átérzed a dolgait, mert hogy a barátod. Tehát, hogy nyilván akkor már az valahol én is érzem, innentől kezdve nagyon könnyű, amit ír, azt én nagyon könnyen átérzem. Úgyhogy ez így jó, ez ilyen teljesen ösztönös dolog, tehát jól működik. Még mondjuk, hogyha valaki távolról érkező ember, vagy még fölhisz egy szövegírót, hogy írja meg, akkor sokkal többet kell magyarázni, hogy ez erről szól, arról szól, nem arról szól. De egyébként szerintem, hogyha magyar szöveg van, általában inkább te hozod a témákat, nem, Ati? Igen. Szóval nem én mondom meg neki, hogy mi legyen. De amúgy van, hogy javít a Barna benne, tehát ez nem baj, hogy elmondja. Tehát én nagyon könnyedén kihúzok sorokat, nem probléma, és újraírom. Úgyhogy, és ez tök jó, mert engem is inspirál, tehát nem az, hogy valamit megírok, és akkor hú, ez tök jó, hanem hogyha valami billeg egy picit, mert én is érzem sokszor belül különben, de lehet, hogy pont elfáradtam, és inkább átküldöm neki. És persze kihúzza azokat a sorokat, és mondja, hogy írjak valami mást, úgyhogy ez tök jó működik. Volt egy saját zenekarom. Lellei Csávó. Igen.
És hát akkor ilyen dalban mondtam el verseimet, rettenetesen énekeltem, és akkor írtam szövegeket, és igazából az volt, utána kimaradt egy 12 év, mert nekeltem komolyabban basszújtározni, és abba hagytam a zeneszerzést is, meg így a dalszövegírást is, mert ez nem volt annyira komoly, tehát nyilván el kellett valahol kezdeni. És hát egy házi buli alatt így feljött ez a dolog, hogy ilyen régen írtam dalokat, és akkor Barnáik mondták, hogy mutassak meg egy dalt. És akkor megmutattam azt, amit én akkor is jónak gondoltam, és jónak éreztem. És Barna mondta, hogy ezt adjuk rá, akkor csináltuk a második nagylemez anyagát. És igazából rátettük. De tiltakozott? Igen, nem akartam, nem éreztem annyira jónak én azért. Na mindegy, és megcsináltuk. És akkor ez így újból így előjöttek belőlem ezek a dolgok, hogy akkor lehet, hogy kéne szöveget. Én azt gondolom, hogy lehet ezt gyakorolni. Én nem tartom magam mondjuk úgy kimondani nagy szöveget, sőt, tehát nem vagyok egy akkora szövegíró, csak lehet ezt gyakorolni. Tök jó. Ír az ember dolgokat, és akkor néha kigurulnak, jó. Van egy-két jó dolog azért, ami kigurult. Van. Hát úgy most elnevezen is azért van egy csomó jó szöveg. Igen, például a Fesztivál Pozitív, arra büszke vagyok, szerintem az jó lett. Az jó. A többi az... Adja. Isten hozott az elmében, ez egy kizökkent világ.